Három csoportban folyik a munka a PVSK foci táborában. A 7-8 évesek és a 9-10 éves korosztály ügyességi, fejlesztő feladatokat végez éppen. A nagyobbak pedig a kapura rúgást gyakorolják és meccset játszanak. Gyakorlatilag minden napnak van egy sémája, egy tematikája, reggel megérkeznek a gyerekek, kapnak egy friss reggelit, ezt közösen elfogyasztjuk, utána van egy kis névsor ellenőrzés, tematika ismertetés, kijövünk ide közösen a pályákra, felrakom nekik a pályákat, és akkor igazából labdás koordináció, ügyességfejlesztés, megmérettetések és különböző versenyek várnak a gyerekekre. Utána elfogyasztunk közösen egy ebédet, van utána egy nagyon kedvelt siesta időszak, ott ugye egy másfél-két órán keresztül filmnézés, társasjáték és egy kis lazulás vár a picikre, nagyokra, utána pedig a délutáni foglalkozás pedig szintén mérkőzésjátékok, illetve házi bajnokságok vannak, és akkor mikor ezekkel végzünk, utána egy uzsonnaosztás után elköszönünk tőlük. A kicsiknek inkább a játékosság felé, hogy minél jobban élvezhető legyen, változatos legyen, minél több inger. A nagyobbaknak már lehet egy kicsit több munkát belerakni, de nekik is a fő szempont az, hogy élvezetes játékos legyen, és ami mindkét korcsoportnál nagyon fontos szempont az, hogy a mérkőzés játék, a játékélmény az folyamatosan biztosítva legyen. Lehet fejleszteni, de nyilvánvalóan itt ebben a nyári, ilyen strandos időszakban inkább a gyerekeknek az lenne a céljuk, hogy gyakoroljanak, elengedjék magukat, és amiket esetleg az edzéseken nem tudtak, vagy nem volt rá módjuk gyakorolni, azt itt nyugodtan kiélhetik megfelelő felügyelet mellett. A PVSK, mint a Bozsik program körzetközpontja, az U11-es korosztályra fókuszál. A csapat a Bozsik tornák 80%-át megnyerte a közelmúltban véget ért szezonban. A PVSK U11, és hát ugye mi nálunk még nem volt a bajnokságok, hanem csak ilyen régiós tornák, de ott a másodikak. Miben kéne fejlődnöd? Gyorsaság, vagy futás, pontosság, hát magasság, egy kicsit erősebb legyek, és igazából annyi. Mi a célod neked a focival? Hát az, hogy egyszer a Real Madridba focizzak. A PVSK csapata a regionális U13-as bajnokság délnyugati csoportjában a középmezőnyben végzett, de utolsó 5 meccsét megnyerve a tavaszi szezonban megduplázta lőtt góljai számát a gárda. Ilyen volt a labda lövése, CO lövései, és utána mi játszottunk, egyen nyertünk, 3-1-re nyertünk, a másik meccs az 2-re kikaptunk, csúnya meccs volt. Hát nem is sokat kellett futnom, és közben elfáradtam. Hát 4 éve futballozom, és jól érzem itt PVSK-ba, nagyon jó. 5. évemet kezdem a futball karrieremnek, és szerintem a tábor egy nagyon jó fejlesztő. Tegnap ugye ilyen fizikai gyakorlatokat, meg labda nélküli mozgásokat gyakoroltunk, ma pedig a lövéseket gyakoroltuk. Kb. 10 csapattársammal vagyok együtt, szóval még a jövő, a augusztus végi bajnokságra is tudunk készülni. Az előző szezon nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de jövőre javítunk, és megteszünk mindent, amit csak tehetünk. Rengetegen vagyunk, igen, magában az egyesületben is nagyon sok labdarúgó van, de természetesen ezt szoktuk hirdetni a különböző online felületeinken, szórólapokkal, illetve nyilván az egyesületen belül szülőkkel, gyerekekkel ezt igyekezzük minél szélesebb körökbe eljuttatni. Sokféle feladatot találtak ki az edzők a táborban, így a nagyobb focisták besegítenek a munkába, a kisebbek pedig hallgatnak rájuk. A gyerekek ősszel folytatják a futballozást a PVSK színeiben.